A küzdelmi szituációkat gyakorolják a Vasas Sportklub karate szakosztályának és a Tempó Karate Sportegyesület versenyzői. 6 és 11 év közötti gyerekek érkeztek Budapestről Komáromba november 19-én egy közös edzésre. Összesen 45 fő. Célja ennek az egésznek az lenne, hogy egy kicsit mi is felzárkózzunk ez a úgynevezett VKF komitéhez. Nagyon jó lehetőség ez erre most, ez a mai nap. Tudnak az emberek olyan versenyzőkkel gyakorolni, akik esetleg csak versenyen tudnak összejönni, illetve nagyobb létszámba is tudják gyakorolni. Tehát itt egy egész délelőtt reggel 9-től délig ez erről szól, ez körülbelül megfelel egy 2-3 havi edzés mennyiségi gyakorlásnak. A Vasas Karate szakosztálya nagyon örült a kezdeményezésnek, hiszen ilyen közös edzésnek először adott otthont vidéki város. Ez remek lehetőséget kínált arra, hogy felmérjék a gyerekek tudását. Ebben a korosztályban még úgy gondolom, hogy akkora nagy különbség nincsen. Tehát még az alapokat fektetjük le mind a Szentszeinél is, illetve nálunk is Budapesten, és ezt próbáljuk gyakorolni a lehető legtöbbször egyértelműen. Megpróbálunk egy olyan közeget nyújtani a gyerekeknek, ahol nem versenyen vannak, ahol nem csak ilyen egyszer, kétszer, háromszor mehetnek fel és gyakorolhatnak egymással, hanem megpróbáljuk azt, hogy minél többször. Tehát például veszünk egy edzésen mondjuk egy beelőzés, egy kontratámadás, vagy mondjuk egy leindítást, akkor azt itt sokkal többször begyakorolhatják, vagy esetleg, hogyha valaki tanul egy új technikát, az sokkal többször begyakorolhatja a másik partnerén. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy mi egy picit lassabb úton haladunk a célfele, mint általában a magyarországi klubok, hisz egyrészt ők eredménycentrikusságra vannak kényszerítve, hisz a nagy egyesületek, a Újpest, a MTK, illetve a Honvéd, a Vasas, tehát náluk jobban kell produkálni az eredményt, ami azt jelenti, hogy egy magyar bajnokság után, hogyha nincs X létszámú eredményük, akkor nekik ez egy negatívum. Tehát nálunk egy picit ma ez az út, ez hosszabb, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk annyira eredménycentrikusak, mi inkább a karaténak a tradicionális részét is megtartjuk. Tehát ami azt jelenti, hogy mi nálunk általában egy órás edzésből egy 10-15 perc, amíg effektív a küzdelemnek a gyakorlásával töltünk, az egy pesti klubnál általában szinte az egész edzés erre megy el. Nagyon fontos kiemelni, hogy a végcél a lényeg, tehát ami azt jelenti, hogy egy nyelvtanulásnál is az a lényeg, hogy az ember megtanuljon végén angolul beszélni, itt is ugyanez a lényeg, hogy a végén megfelelően tudjanak kümitézni a gyerekek, és nyerjenek különböző versenyeken. A Vasas Karate szakosztályának komoly versenyzői múlttal rendelkező igazgatója elismerően szólt a Tempó Karate Sport Egyesület munkájáról. Úgy gondolom, nagyon jó munkát végeznek, nem hiába jöttünk le hozzájuk közösen gyakorolni. Nagyon, nagyon nagy segítség szerintem nekik az, hogy van egy dojójuk, és így tudnak heti 5-7-szer edzeni. És nagyon jó látni azt, hogy évről évre többen vannak, és ez meg is látszik a munkán. Mivel többen vannak, ezért jobban tudnak egymással gyakorolni, és sokkal több különböző fajta partnerrel tudnak gyakorolni, és ez meg látszik rajtuk. A Tempó Karate Sport Egyesület fennállásának legkiemelkedőbb eredményét érte el a kolozsvári Fudokán világbajnokságon és világkupán néhány héttel ezelőtt. A több dobogós helyezés mellett Pataki Bence 15 évesen világbajnok lett. A Vasas Karate szakosztálya is szép sikereket ért el az elmúlt időszakban. A VKF olimpiai karate rendezett egy világbajnokságot, és oda három versenyzőnk is kijutott. Clement Kármán, Forgás Tamás és Mérő Bálint. Ők mind nagyon szépen kvalifikálták magukat, és nagyon szépen helyt álltak ezen a világbajnokságon. Szintén Mérő Bálint és Csicsai Gergely a szakosztályunkból stílusvilágbajnokságon vett részt, vagy stílusvilágkupán pontosabban, és ott értek el dobogós helyezést. Mérő Bálint első helyezést ért el, és Csicsai Gergely pedig második helyezést ért el. A Tempó Karate Sport Egyesület országos diákolimpián vett részt november közepén Sziget-Szent Miklóson. Farkas Bence a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A karatékák sokszor a döntőbe jutásért az utolsó pillanatban kaptak ki. Pataki Bence, Csajági Levente, Bánzara és Rigla Regina Amarilla az ötödik helyen végzett.